Folytatjuk a startot, jó reggelt azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorunkban, rádióban vagy tévében, akik rádióban hallgatnak minket, nekik egy élménnyel biztosan most kevesebb, mert hogy mutatunk kedves nézőknek egy olimpiai ezüstérmest, és mutatunk egy olimpiai ezüstérmet együtt. A Nádos Bence olimpiai ezüstérmes, örülök, hogy itt vagy, és köszönjük, Örül. hogy itt vagy. Én is nagyon örülök, hogy itt vagyok, és üdvözlöm a nézőket. Gratulálunk először is. Kajak, 500 méter a Sándorral. Egy fantasztikus versenyen, egy elképesztő befutóval, hihetetlen izgalmak között, és tényleg centimétereken múlva egy-egy verseny. Arra, hogy, hogy az ember ilyen helyzetbe kerül egy olimpián, arra nyilván számít, mert hogy azért az ott egy, egy, egy nagyon szűk élmezőny, ahol helyt kell állni. Az, hogy nem tudod, hogy hanyadik vagy, azt meg lehet szokni? Abszolút nem. Nyilván, amikor beér az ember, és érzi, hogy milyen jó pályát ment, akkor szeretné tudni, hogy ez most. Hányadán is állunk a dolgoknak. Éreztem, hogy ott vagyunk az első négy hely valamelyikén. Ha azt tudom már, hogy az első három hely valamelyikén vagyunk, akkor biztos vagyok benne, hogy már mikor beérkezéskor már tudtam volna önfeledten örülni, de nagyon meg akartam várni azt, hogy tényleg a biztos eredménynek tudatában, akkor önfeledten tudja örülni, Úgyhogy. Azt az egy percet legalább egy órának éltem meg, ameddig kiírták a németek után a hun feliratot, ahogy fölvillant a, a képernyőn. Úgyhogy ö, akkor meg mécsestörés törés volt, és ö, tényleg Sanyival csak megéltük a pillanatot. Izgalmas utazás volt ez nekünk, főleg az idei évben, hiszen voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de kitartottunk egymás mellett, hittünk egymásban, és hát megcsináltuk, és az idei évben nekünk ez egy e, Európa-bajnoki aranyéremmel és egy olimpiaizis téremmel értséget. S, te nem is totkával Kával igazából kvalifikáltad magad Igen. az olimpiára. Az egy, az egy trükk volt, vagy, vagy mert hogy kvótát kellett szerezni, vagy valami más volt mögötte? A kvótaszerzés miatt e, mentem tavaly Bálinttal, mert ugye annyi meg én is benne ültünk a négyesben, és kellett egy hatodik ember, aki megszerzi a hat kótát, mert ugye emberek szerzik meg a kótát, szóval hiába két számba szereznénk meg. Ugye Varga Ádám megszerezte az 1001-est, a négyessel megszereztük a, a, négy kótát, így volt öt kóta, és muszáj volt a hatodik kótát valahogy megszerezni, és akkor, mivel 22-ben nyertünk Bálint a világbajnokságot, így a kapitány azt mondta, hogy akkor Bálinttal fussunk neki, ennek a kvalifikációs világbajnokságnak, mert annyira kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani az előző időszakban, hogy bennünk jobban megbízott. Mennyire ha... Ez mennyire zavarja meg a, bocsáss meg, még egy utolsó, és mindjárt elhallgatok, a felkészülést az olimpiára, vagy egy világbajnokságra, hát itt most minden volt, világkupa, világbajnokság, Európa-bajnokság, minden játszott. Az, hogy, hogy csereber éltek bennem meg volt az 22 után, vagy 22-ben Sanyi egy pihenősebb évet vett ki, ugye akkor született meg a kisfia, meg beteg volt, amikor a válogatók voltak, szóval én akkor azért mentem Bálinttal, Utána viszont abszolút együtt vágtunk neki a 23-as évnek is, ugye a világkupán aranyéremmel kezdtük a szezont, viszont utána a kvalifikációs rendszer miatt ugye nem mentünk az európai játékokon párost viszont az a páros, amit indított a szövetség, az nem volt ö, kvalifikációs helyeken, szóval nem volt kvótás, kvótát érő helyezéseken, és azért kért meg minket a Bálintal, hogy üljünk össze a tavalyi világbajnokságra, viszont idén már abszolút -e úgy vágtunk neki a Sanyival, hogy ketten a négyes mellett, és, és hát egy, egy, is szép lett a végei. Ajjaj. A, konkrétan ez az 500 méter, ez hogy telt -e? Nem először csináltátok ezt nyilván életetekben, tehát mit, mit kellett csinálni ahhoz képest, mint amit eddig már nagyon jól tudtatok, azt, az csak ti tudjátok, hogy a vezetés tudja, a kapitány tudja, az edző tudja, de az, hogy fejben mi ment le, vagy lélekben mi ment le, az, hogy ez olimpia, ilyenkor más a víz? Hát ilyenkor a lelki állapot a más az embernek szerintem, azt, azt, kell mondjam, hogy például amit begyakoroltunk pálya, azt még az előfutam középfutamba követtük, viszont azt vettük észre, hogy már középfutamba is olyan pszichológiai csaták mennek, hogy itt a döntőben muszáj lesz kamikázét menni, mert kis enyhe hátszél volt, az minket nagyon segít, és így a kamikázé taktikával talán ki lehet bírni úgy a távot, hogy nem érnek utol téged, hogyha úgy Ugye bekezded. ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy mire készültél, az első perctől az első pillanattól kezdve tiszta erővel, ami Így kifér van. a csövön. Így van, és ez azért pszichológiai, hiszen ha valaki melletted nagyon kilő, és mondjuk nem vagy olyan mentális állapotban, hogy ez bírd, akkor adott esetben ha nem is megtörni, de megtöri a másik versenyzőt, de vele foglalkozik, hogy azon gondolkozik, hogy én is maxot megyek, akkor ő miért van előttem ennyivel, és tényleg abba a döntőbe mindenki kamikázét ment, és az, az nyert, aki a, a, jobban bírta a végét. Nagyon izgalmas csata volt így utólag visszanézve is, úgyhogy... Hányszor láttad? Én, hát négyszer biztos, és hát nagyon izgalmas csata volt mindenki részéről, szóval az első hat hajó tényleg 9 tizeden belül ért be, óriási. amikor így visszanézed, akkor az, az, is megfogalmazódik, hogy lehetett volna több, hogyha, vagy, vagy, azt nézed, hogy á, jó ez így. Mivel tudom, hogy abban a pályában tényleg minden benne volt, és nem volt hiba részünkről, meg Sanyival abszolút tényleg az elmúlt években, de főleg ebben az évben tényleg mindent alárendeltünk a, a tényleg az olimpiának, és az étrendre, az alvásra, a regenerációra, a nyújtásokra, szóval az edzésen kívül, mert az edzés az, az szerintem a nulla, az a minimum, amit megtesz a versenyző azért, hogy jó, jó, jól menjen, de az összes többi, a, amit csinál mellette, azzal tudja a lelki ismeretét tisztázni, és bármilyen eredmény született volna szerintem a, a döntőben, mi azzal, elégedettek lettünk volna, vagy hogyha nyilván nem olyan eredmény születik, amit vártunk magunktól, könnyebben el tudtuk volna fogadni, hiszen ennél nem tudtunk volna jobbat azon az adott napon. Ez az érzés, ez jó lehet. Abszolút, szóval magadról. nem volt hiányérzet, szóval nem úgy néztem a németekre a dobogón, hogy sajnáltam volna tőlük, vagy hogy miért nem mi vagyunk ott, hanem abban az, abba az, nem, az hát adott ti napon... Nem, ti nyertetek egy ezüstére, Ez nem ti nyertetek. Ez egy megnyert ezüstérem volt, és ebbe egy centiméterre se volt több. Nagyon büszke voltam Sanyira is, hogy, hogy, ezt így együtt meg tudtuk csinálni. Tényleg nekem nagyon sokat jelent maga ez a páros, hogy így együtt. Ti barátok vagytok Igen. a sporton túl is, ugye? Igen, abszolút. Nekem nagy vágyam volt, ugye, hogy együtt egyszer egy párosban olimpiai döntőt evezhessünk, ezt el is mondtam neki a döntő előtt, és nagyon jó érzés volt mindezt a döntőt megélni és pláne így, hogy egy olimpiázis lett a vége. A lelátón, kik voltak ott? Tudtad-e függetleníteni magad attól, hogy kik vannak a lelátón? Hát próbáltam a saját magamra hajtani a vizet, hogy ne nyomás legyen, inkább egy segítő, egy, egy segítő kéz, aki az utolsó százon be, beráncigál engem a célba főleg, mert ugye úgy 100 méternél ültek a lelátón, ott volt a családom, testvérem, édesanyám, édesapám, keresztüleim, párom is ott volt, a barátaim is ott voltak, és... Kinéztél -e rájuk azelőtt, hogy az eredmény megjelent volna? Nem, akkor csak a kivetítőt néztem, hogy az a hun felirat villanjon már föl, de nyilván kinéztem oda, de akkor még nem tudtam pontosan, hogy hol vannak, a eredményedetésre való séta közben vettem észre őket, és akkor ott megint mécses törés volt, és nagyon, nagyon örültem, hogy pont a pódium előtt tudtak elhelyezkedni így a lelátón, azért az, ha jól tudom, 21 2000 ember előtt mentünk a döntőben, és szerintem az eredményedetésnél is voltak 16 ezeren, Ilyen nagy no, közönség előtt, én még nem versenyeztem, amikor a versenyeztem. Vívók ugyanezt mondják, hogy a Grand palais ugyanaz volt, hogy hát mint a rockstaroknak, hogy sosem látok egyszer ennyi hát embert igen. egyébként ez versenyen a közönség soraiban. Ez éreztétek ti is ennek egyébként a felhajtó erejét? Ez adott még egy pluszt ahhoz, hogy oké, okay, tudjuk, hogy olimpia, mert az egész világ tudja, hogy olimpia, de hogy ez az atmoszféra. Persze, meg a másik nekem, hogy az első olimpiám az Tokió volt, ami nézők nélkül zajlott le, hát ahhoz képest meg óriási, brutális nagy váltás. Szóval annyira hihetetlen volt, mikor álltunk be a rajtgépbe, és mondták a nevünket, akkor a magyarok azok, magyarokat rögtön lehetett tudni, hogy a lelátó mely részén ülnek, mert fölrobbant a lelátó, pont poénkodtunk is vagy olyan nagy lelátót építettek oda, hogy ez az 500 méter, olyan, mint a 200 méter lenne, nem olyan eltörpül a lelátó mellett maga a táv. És hát mintha ez is segített volna, hogy fejbe földolgozzuk, hogy nem is olyan hosszú ez az 500 meg. Most hogyan tovább? Az ember nyer egy ilyet, kétszeres világbajnok vagy, Európa bajnok vagy, és most már olimpiai érmes is vagy. Másnap nyilván nincs edzés, de majd egyszer neki kell ennek vágni újra. Persze neki kell ennek vágni, viszont egy olimpiai ciklus végén mindig sokkal többet pihenünk, azért eléggé megterhelő év, évet zártunk így le, jó szájízzel, ami, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat fog segíteni a, az, hogy a pihenőben meg tudjuk élni a, pillanatot, ne, ne legyen búslakodás, és szerintem ez az olimpiázistérem még úgy motivál is minket Los Angelesre, hogy még, még odafeszüljünk, még megmutassuk, és ugyanilyen alázattal és elszántsággal vágjunk neki, és hát ha találunk még pár tized másodpercet, hogy hogy tényleg Los Angelesben még szorosabb legyen, az a, az a döntő. Igen, Mikor... mi itt a beszélgetés kezdete előtt szót váltottunk már a német csapatról, akik hirtelen jelentek meg az életetekben is és nyerték meg az olimpiát, tehát ott a cél, őket kell most elkapni. Így van, hát pont beszéltük Sanyival, hogy akikre mi készültünk a nemzetközi porondon, azokat mind megvertük. Szóval készültünk azokra az ausztrálokra, akik olimpiai bajnokok és világrek majdnem világrekordot mentek a Szegedi világkupán, szerencsére azt nem döntötték meg, azt mi tartjuk Sanyival. Megvertük azokat a portugál, meg azt a portugál egységet, akik tavaly világbajnokok voltak, úgyhogy Tényleg, akikre készültünk, pont a két oldalunkon mentek, szóval jobb oldalt mentek a világbajnok portugálok, bal meg a olimpiai bajnok Ausztrál Egység. Úgy voltunk vele, hogy jobb helyen nem is lehetnénk, hiszen így, így ott vagyunk, hogy minden, mind a kettőjüket folyamatosan tudjuk nyomás alatt tartani. A németek azok nagyon megleptek minket, nem gondoltam volna, hogy ilyen tartalékok vannak még bennük a döntőre. Hát a másik német csapatot is megvertétek. Igen, meg két német voltak. volt. Hát őket nem úgy őket meg Los Angelesben. Így van. Meg addig még egy csomó versenyen. Persze. Örülök, hogy, örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy elhoztad az érmet, meg a történetedet. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk még egyszer.